Sziasztok, ez itt az Ergi konyhája, Repi vagyok, és beigéket fogunk készíteni, egy diós, egy mákos. Fogadjátok szeretettel! Álljunk neki a berglének az elkészítéséhez, egy diósat és egy mákosat fogunk készíteni. Nemrégében tettem fel egy zserbó videót, ez volt a legutóbbi videó, ami felkerült, és ott omlós tésztával dolgoztunk, itt is ugyanez a helyzet, omlós tésztát fogunk készíteni, és van pár dolog, amit, hogy jó omlós tésztát kapjunk, be kell tartani egyrészt a sorrend, másik pedig az, hogy hideg tésztával dolgozzunk. Kimértem a lisztünket, átszitáltam, minden videóban mondom, szitáljuk át, fellazítjuk a szerkezetét, hozzátesszük a sót, ez egy csipet, jó nagy csipetnyi só, kár lemérni, kis kávéskanál csapottam, vagy egy jó nagy csipet sót rakjatok bele. Ez az első, illetve a vajunkat, vagy margarin ki, mivel dolgozik, bele kell tenni a lisztünkbe is, el kell morzsolni vele. Semmilyen más nedves összetevőt nem teszünk egyelőre hozzá, mert akkor nem fogjuk megkapni azt a jó omlós tészta szerkezetet. Elkezdjük dörzsölni, morzsolni, addig, amíg ilyen szép morzsalékos tésztát, vagy állagot nem kapunk még tésztát, nem, hanem ilyen állagot. Nagyon szépen elmorzsoltam, eldörzsöltem benne a vajat. Nézzétek meg, milyen szépen el van dolgozódva, ilyen morzsalékos lisztet kaptunk. Nagyon fontos, ahogy az előbb is mondtam, a lépéseket betartani, hogy mit miután rakunk hozzá. Jó, benne van a só, a vaj a lisztben, és itt van kimérve a porcukor, amit érdemes mindenféleképpen átszitálni, mert van, hogy ilyen kicsit ilyen darabosabb. Oké. Ezt is elkeverem benne. Mivel nem fogjuk nagyon túlzottan kidagasztani ezt a tésztát, azért fontos, hogy ilyen kis apró dolgokra, hogy jó elkeverni, odafigyeljünk. Oké. Itt van az élesztőnk. Itt van a hideg tej, mivel mondtam, hogy hideg tésztával fogunk dolgozni, így nem kell fölfuttatni az élesztőt. Szépen belerakom a tejbe, és elszuszpendálom benne. Ez azért fontos, hogy minél jobban elkeveredjen a tésztánkban majd az élesztő is. Ezt jó alaposan el kell kavarni. Jó, alaposan elkavartam, elszuszpendáltam, mehet is bele. Így. Ezeket tehetem félre. Egy ilyen fél citromnak a, hát nem a teljes levét, de valamennyit. Egy negyed citromot teljesen ki kell csavarni, ez biztos. Jó, ezt így jó, megnyomtam. Benne a citromlé, és kettő darab tojássárgája fog belekerülni még. Na, ezeket félreteszem, és elkezdjük összedagasztani. Pillanatok alatt kezd összeállni a tésztánk, egy jó szívós tésztát fogunk készíteni. Nagyon szépen összeállt a tésztán pillanatok alatt. Ilyen közepesen szívós tésztát kell létrehoznunk. Az, ilyen kis mennyiségnél figyelni kell a folyadékra, úgyhogy tartsátok be, ha lehet pontosan azokat a mennyiségeket, amit a leírásban megtaláltok, illetve amit itt a videóban is megmutattunk. Nem kell túldagasztani, kész a tésztánk. Én ezt most pontosan ketté fogom mérni, hiszen egy diós, egy mákos lesz, két nagy bagli. Oké. Tökéletes. Egy kicsit fölbucizom őket, csinálok nekik egy pici formát. Így, ugyanúgy, mint a zserbónál. Kicsit téglalap legyen. És el kell tenni a hűtőbe, legalább egy óra hosszára, de ha másnap folytatjátok, az még jobb neki. Lényeg az, hogy ne száradjon ki a felülete. Nekem van egy ilyen kis edénykém, tálam, amiben belerakom, lezárom, és nem fog kiszáradni. Ha nincs, akkor fóliával
szépen be kell csomagolni, és megvédi a kiszáradástól. Én egy óra hosszára fogom most betenni a hűtőbe, és utána elkezdjük a feldolgozását. Közben majd a töltelék részét is elkészítem. Mindjárt folytatjuk. Pihen a tésztánk a hűtőben, mi pedig összeállítjuk a töltelék részét, tehát diós és mákos fog készülni, kezdjük a dióval. Ledaráltam a diót, szinte már kezd így összeállni a benne lévő olajoktól. Nem fogjuk előfőzni, hőkezelés kapni fog sütés közben, ha túl sok nedvesség van, az előokozhatja azt, hogy szétreped a bagling, de majd erre is mutatok egy-két praktikát, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy szétrepedjen. Na, ami kerülni fog bele, egy csomag vaníliás cukor, kerülni fog bele ízlés szerint fahéj, én egy ilyen tejáskanálnyit raktam bele körülbelül. Ami még fog bele menni, az a porcukor, amit szintén átszitálok, ne legyen darabos benne. Ú, de jó illat van. Ez volt a szakmunkás vizsgám, pozsonyi kifli, illetve a bagli. Imádok azóta is sütni baglit és pozsonyi kiflit is. Hát meg a szép emlékek előjönnek. Gyönyörű évek volt a kollégium, suli, imádtam. No, de haladjunk a nosztalgiából is tovább, ebből nem élünk meg. Oké, okay. És én almát szoktam hozzátenni. Ez egy kisebb alma, nem fogom az egészet beletenni, olyan 3/4-ét fogom bele reszelni, mert nem akarom, hogy túl nedves legyen a töltelékünk. Mutatom majd az állagát, hogy milyen legyen. De ami az almában van nedvesség, az pont elég lesz, hogy összeálljon. Ennyi elég bele. Hopp, 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 kapus lesz. Kézzel összegyúrom, összekavarom. Jó, alaposan. Ó, de jó illat van a fahéj. Na, látni, hogy összeállt a kis töltelékünk. Tökéletes. Még azért jól elkavarom. Ez már jó. A diós töltelékünk készen van, és elkészítjük a darált mákunk itt van, a mák töltelékünket, ugyanúgy a porcukrot. Beleszitálom. Oké, okay, benne van. Reszelt citrom híja, amit megmostam természetesen. Megy bele. Belereszeltem a citromnak a héját, viszont ez a töltelékünk egy kicsit száraz, és egy nagyon kevéske tejet fogok hozzá tenni, vagy vizet. Az a lényeg, hogy épp hogy összeálljon nekünk ez a töltelékünk. Mutatom mindjárt, hogy milyen állagnak kell lennie. Jó, ez még morzsalékos, még egy kicsit teszek bele. Jó, ez még szétmegy. Az a jó, amikor így egyben marad a kezünkben. Jó, ebbe még egy picit teszek. Pont, hát ezt jó, el is találtam, amit ide kiöntöttem magamnak. Oké, okay. Látjátok? Megáll. Így. Készen van, kezet mosok, és kivárom az egy óra hosszát, és elkezdem megtölteni a bagliket. Egy óra hossza eltelt, elkezdjük összeállítani a baglit. Készen az első tésztámat, és a másikat is kivárom. Pillanatok alatt megvan töltve. Érdemes egy kicsit alálisztezni, mindig csak annyit, hogy ne tapadjon le, jó? És elkezdjük téglalap alakúra kinyújtani. Lentről fölfele, középről sarkok fele, és szépen nyugodtan, lassan, nem kapkodva egy szép téglalap formát fogunk kinyújtani. Oké. Okay. Elkezdjük a mákossal szépen megrakni.
fontos, hogy nagyon ne nyúljatok kézzel hozzá, vagy ha hozzá is nyúltok, utána moshatok kezet, mert nem szép látvány, amikor összefogdossuk a tésztáját, és minden mákos. Egy kicsit tisztán kell dolgozni. Az alján körülbelül egy ilyen jó centit el fogok hagyni, azért, hogy le tudjam zárni, összetapadjon, illetve az oldalán is elhagyok egy keveset, mert vissza fogom hajtani. Egyenletesen menjen bele a mák. Jó, szépen egyenletesen elkentem benne a tölteléket. Elkezdjük először az oldalát egy kicsit ráhajtani. Picit megnyomkodjuk, lezárjuk itt a végeit. Kicsit megnyomkodjuk. Másik oldalt ugyanígy. Nagyon jó. És föntről lefele elkezdjük tekerni. Látjuk így tökéletesen, hogy hova kell lezárni. A tekerésnél arra figyeljetek, hogy ne túl szorosan, de ne túl lazán sem, amit a tészta szépen enged. Az elején csak így föl pöndörítetek, utána már adja magát. Ez az. Viszont arra figyeljetek, hogy a szélei szépen legyenek, tehát ne haladjon kifele, meg befele se. Ez az. Így ennyi. Megnézem, hol a zárás. Ott van, tökéletes. Ezért szeretem magam fele tekerni. Megnyomkodom. Jöhet a tepsi. Megnézem le, ellenőrzöm még egyszer. Ott van alul a zárás. Nehogy véletlenül ott repedjen meg. És ráhelyezem. Ennyi. Folytatjuk a dióssal. Annak is kinyújtom ugyanúgy a tésztáját. És jöhet bele a dió stöltelékünk. Egyenletesen elrosztattam, szélein elhagytam, ugyanúgy, ahogy a mákosnál csináltuk. Egy kicsit behajtjuk. Másik oldalról is. Kicsit megnyomkodom. És elkezdjük föltekerni. Nézem a zárását, a sluszt. Nagyon jó. Picit megnyomkodom. Ellenőrzöm, hogy alul legyen. Jöhet a tepsim, mellé helyezem, újra megnézem, hogy jó helyen legyen a zárás. Egy nagyon picit megnyomkodom. Ez a tetejére fog menni ez a dió, azért teszem mellé, hogy tudjam, hogy ő a diós. Oké. Elkezdjük megcsinálni a márványos felületet neki, ami úgy kell, hogy először 2 darab tojássárgája elegendő a 2 begréhez, csak tojássárgájával lekenem egyenletesen. Ez meg fog rajta majd húzni, hűvös helyre kell tenni, száradjon rá, ez nagyon fontos, be lehet tenni hűtőbe is. Ha nincs nagyon hideg, tehát mínuszok kint, akkor teraszra esetleg, ha nincs macska, el ne vigye persze. Én már egyszer jártam így, csak azért mondom. A lényeg az, hogy egy hűvös helyen, egy jó negyed óra, fél óra alatt rá kell, hogy húzzon, rá kell, hogy száradjon ez a tojássárgája. És amikor majd elkezd kelni, akkor szépen elkezd meglepetezni. Mikor majd rászárad, ráhúz ez a tojássárgája, akkor tojás fehérjével fogjuk ugyanezt megismételni. És az is meg kell, hogy száradjon rajta. Végeit is itt is szépen kenjétek be, ne maradjon el sehol. Jó, meg vagyok vele. És akkor félreteszem, én kiviszem a teraszra, körülbelül ilyen 3 fok van kint, úgyhogy ott fogom hagyni, hogy jó ráhúzzon ez a tojássárgája. És utána folytatjuk.
Hagytam, hogy megszáradjon rajta, meghúzzon rajta a sárgája, hozzáérek és nem ragad. Ezt kell elérni. Nagyon fontos, hogy nem megfagy rajta, tehát ha nagyon hideg van kint, akkor csak a hűtőben legyen. Egy ilyen jó fél óra alatt azért meg tud húzni rajta, jó? És most jön az, hogy a fehérjével és átkelem a felületét óvatosan, egyenletesen. És ezt is ugyanúgy megvárjuk, hogy meghúzzon rajta, megszáradjon. Készen is vagyok vele. A diós mellé oda tettem, hogy tudjam, ez a diós. Ráhelyezem, hogy ráragadjon. Ezek a diók a díszítésnek. Illetve meg tudjuk különböztetni majd későbbiekben, hogy ő a diós. 10 percre fogom körülbelül hűvös helyre tenni, utána viszont most már be fogom hozni ide, és hagyom, hogy megszáradjon. Fél órát körülbelül keleszteni fogom, nem többet, elég neki annyi. Az a lényeg, hogy ellenőrizni kell, hogy a fehérje is jó alaposan rászáradjon. És utána elkezdjük a sütést, menet közben elő is fogom melegíteni. 160-170 fokon légkeveréssel, alsó-felső sütésálláson fogom sütni. Nagyon hamar meg tud színesedni, úgyhogy oda kell figyelni a sütésnél nagyon. 35 perc lesz amúgy majd körülbelül a sütési ideje körülbelül. Jó, adjuk el addig pihenni a tésztánkat. Na, megtörtént a felületkezelésnek a végleges pontja is, vagyis a fehérje is rászáradt, tehát ha hozzáérek, akkor nem ragad. Ez a lényeg, hogy ez meglegyen, hogy rászáradjon, megszikkadjon rajta. Ha ez meg, nekem körülbelül 30 percet volt itt bent a kis üzemembe, negyed órát volt kint hűvös hideg helyen, ez alatt a 30 perc alatt egy kicsit temperálódott is, tehát elkezdett egy picit kelni, úgyhogy tökéletesen elkaptam neki a sütésre az áragát. Na, kezdjük el! Meg kell szurkálni, vagy hurkapálcikával, vagy szívószállal, valamivel meg kell szúrni. Nekem van ilyen maghőmérőm, én ebben szoktam ezt csinálni, egy kicsit megtörlöm. És nem középen, hanem két oldalról fogjuk megszúrni. Keresztbe kell szúrni őket, jó? Tehát így fognak a gőzök a legjobban távozni belőle. Megtámasztjátok. Nagyon fontos, hogy nehogy átszúrjátok ide a túloldalra, hanem azért lefele legyen. Ez a dió tök jó támpont tud lenni, hogy itt mellette szépen leszúrom, és így el tudjuk kerülni azt, hogy megrepedjen a beiglin. Na, határozottan elkezdem megszúrni. Mákosat is. Fordítok rajta egyet, így nekem jobban esik kézre. Megszurkáltam. Sütőt már előmelegítettem, 160 fokon kezdem sütni. 35 perc, hát 40 perc, majd meglátjuk, hogy mennyire fog pirulni. Megnézem majd, hogy sül. Figyeljetek a sütőre, nehogy túl égessétek. Ha az első 10 percben már nagyon erősen színesedik, akkor vissza kell venni majd a hőfokot. Na, kezdjük el sütni. Sütőt előmelegítettük, betesszük. És jöhetnek az izgalmak, reped vagy nem reped, de szép márványos lesz. Felületkezelése figyeljetek nagyon oda, száradjon meg rajta, akkor lesz szép márványos. Kisültek a beiglik. Legyen szerencsétek, tartsátok be azt, amit elmondtam a videóban. És akkor sikeres lesz minden. Kellemes ünnepeket, iratkozzatok fel a csatornánkra, sok sikert kívánok, sziasztok!